Sziasztok! Ma elmegyünk a Sixtus-i kápoltánba, a Sixtus Brau nevű sörre, ami, ha jól tudom, egy lager sör, ez egy német sörres specialitát, ahogy ide van írva, viszont na, nincs benne vonáltalva kevert árpa, sörárpa, komló, kivált vonáltalva kevert árpa, ezt így külön kiemelik. És nincs benne kukoricán, és erősen attól tartottam, hogy lesz benne. És ahogy az látható, a gyártó, 2 pont, nincs odaírva, mert utána vált nyelvet. Mi a fene? De valószínűleg német. Gyártam egyébként a Lidl, vagy az Aldi, vagy nem tudom, mindig azt akár amiket, hogy melyikben voltam egyébként. Vagy 1,2%-os, valószínűleg német sör. Különös lehetni arra, és egyébként 200 forint sem volt, azt hiszem. Rakciós volt, Shangbier. A Shang, az mit jelent? Shang. De az nem fekete, vagy nem lehet, hogy sötét sánk. Sötét sör. Na, hát nézzük. Utána egyre kíváncsi vagyok. Kicsit olyan semmilyen az illata. Bír specialitát. Hát ez nem sánk, inkább, akkor lehet inkább világos sört jelenteni. Van részem, hogy a sánk az világos jelentene, azt a derhattul. Ha viszik, de lehet, csak azért fő volt rázva. Illat. Hát, van illata, de nagyon lájtos. Alig-alig érezni. Nem az az erőteljes sör. Hát, alig-alig jó, hogy nem bele kell nyomnom az óromat, basszus. Na, nézzük az ízét. Malátáló a kevert árpa. Hát kérem olyan semmilyen. A végén van egy keserűség, nem olyan erőteljes, de azért ott van. És ilyen hosszan elnyúló van. És előtte pedig olyan, mintha vizet innék egyelőre, de mire rakok bele. Sőt. Néha már a közepén bejön a keserűség. Lehet, hogy a sok hab. Várjuk még egy kicsit. Javul le pedig. Hú, hát ez nagyon nem jó. Ez nem Sixtus kápolnával készült, az biztos. Hú. A feléig semmi. És utána pedig jön a hosszú, nem olyan erőteljes, de keserűség, és jó hosszú. Hát ha ez a árpával kevert monáta, meg a többi, ami mindenhol van, nem tudom. Mondom, illata az olyan, hogyha belenyomom az óromat a közepéig, sem érzek semmit. Mert ezért nincs rajta az, hogy gyártja, nem tudjuk, hogy hol. Lehet. Fú, basszus. Hát ez igazán érdekes. Gyártó 2 pont. Majd egyszer kiderül. Ezek szerint legalább itthon gyárthatták. Valami sötét helyen. Most szomjas vagyok már a vízre is, mert nem vittem egy ideje. Végül is meg tudom inni, de mert gyakorlatilag a feléig azt hiszem, hogy vizet iszok, utána pedig egy keserűséget. Ennek egy ilyen 3-as, 4-esnyi, többet nem tudok adni, az biztos. Sixtus kápolnában ne vásároljátok, Sixtus Bright. Hú. Ez továbbra se jó. Viszont azért nem tudom olyan szempontból, tehát azért adok ilyen keveset neki, mert nem sér. Legalábbis ízre nem. Viszont nem az a, tehát nem egy rossz sör, úgyhogy fogalmazok olyan szempontból, hogy nem ihatatlan, tehát totál, nem totál keserű, nem csak hát olyan, mint a vizet innél, tehát ez meg víz, tehát keserűen, keserű szívvel azt kell mondani, hogy nem lett jó. Búcsúzom tőletek, sziasztok!